Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy a Világválság című kis szösszenetemben már előre jeleztem, a kalendáriumot két részre bontottam, mert fontosnak tartottam, hogy beszéljek arról a helyzetről, ami rövidesen egyre erőteljesebben meg fog nyilvánulni Magyarországon. Ez nevezetesen a menekült áradatnak az ide áramlása, és amit a Szaturnusz és a Neptun bolygók képviselnek, az ismétlődni fog. Ez pedig egészen jövő év nyaráig tart ez az állás. Mindenféleképpen fel kell készülnünk arra, hogy ez egy masszívabb, hosszabb helyzetnek ígérkezik. Minden esetre a Szaturnusz-Neptun kapcsolódás az nagyon érdekesen megjelenik már az 1873-as Budapest keletkezésének a horoszkópjában, amikor ugyanis Budát, Óbudát és Pestet egyesítették, akkor egy nyilas várost hoztak létre, Budapest egy nyilas aszcendensű város, még akkor is, hogyha a nap a Skorpióban volt akkor, amikor ez az egyesülés létrejött. Ebben az egyesülési horoszkópban, amelyre Baktai Ervin a második kötetében azt írja, hogy újra kéne neveznünk ezt a várost, mert annyira nehéz ez a horoszkóp. Nos, itt a Szaturnusz és a Neptunusz a kettes és a négyes házakban állnak egy derékszögben. Ez azért érdekes, mert amikor ez a két égitest egymással valamilyen módon kapcsolódik, akkor Budapestet valamilyen szempontból ez általában nehéz értelemben szokta érinteni. A két ház, amelyeket összekötnek, a Szaturnusz a kettes, tehát a pénzházában áll Budapest horoszkópjában, a Neptunusz pedig a négyes, tehát az otthonok, a lakások, az ingatlanok, a házak témakörében, úgyhogy gondoljunk arra, hogy 1944-ben például derékszögben állt a Szaturnusz és a Neptun, és fél Budapestet, hanem háromnegyedet lebombáztak. Gondoljunk arra, hogy milyen szintű nehézséget okozott a Ratkó nemzedék az országnak, hiszen nem volt elég lakás. Márpedig 1952-ben, 53-ban a Szaturnusz és a Neptun együtt álltak. Tehát abban a korszakban, amikor ezek együtt álltak, milyen érdekes, hogy a következő együttállás az 1989-90, tehát amikor a rendszerváltás történt, és gondoljunk arra, hogy hányan kerültek be a Ratkó korosztályból az úgynevezett rendszerváltó parlamentbe, vagy a rendszerváltó közgyűlésekbe. Vagy itt van például a Szaturnusz-Neptun mostani állása. Ismét egy derékszögbe állnak, ráadásul úgy, hogy a Neptunusz a halakban, a Szaturnusz a nyilasban, tehát a magyarországi jelben, a nyilas jelben fog ez az állás megtörténni, és hogy minden szép és jó legyen, harmadiknak a Jupiter is a szűzben találkozik, különösen a jövő év május-júniusa lesz egy nagyon-nagyon kritikus időszak. No de nem sietnék ennyire előre, lássuk, hogy néz ki ez a hónap, 2015. szeptembere. Minden esetre azt idézzük az eszünkbe, hogy jelen pillanatban a Nap, a Jupiter együtt állnak, ezért is van ez a rendkívüli meleg, de úgy állnak együtt, hogy a Nap közben már a Neptunnal szembe áll. És ekkor volt a telihold is, egy gyengébb holdfogyatkozás, amely mindenféleképpen az elkövetkezendő hónapokra kihat, és a Nap és a Neptun már szimbolikusan kihat, mert ténylegesen nem ható erővel hat ki, hanem szimbolizál valamit, hogy az elkövetkezendő hónapokban milyen nehézségek lesznek. Tehát a Neptunusz már itt beköszönt. A Nap összeköti a Jupiter és a Neptun kapcsolatot, mint egy ugye a hatókörével, tehát még éri a Jupiter, de már éri a Neptunusz. És így együtt ez a szembenállás, ez bizony a úgynevezett teliholdnál is megvan már, és ez sajnos a káoszt, a zavart,
a vezetés zavarát. Ugye most nekünk jelen pillanatban nagyon határozott az a vezetés, hogy az Európai Unióhoz tartozunk, és az európai vezetés az teljes mértékben nem tudja, hogy mit akar. Illetve nagyon vegyes vágott, amit akarnak, és hát ez is a káosznak a jelentősége. Tehát a háttérben van egy ilyen nehéz helyzetünk, a menekült válság, aminél azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy vannak jogszabályok arra nézve, hogy mit kellene tenni ezekkel a menekültekkel. Ennek ellenére mindenki mindenfélét mond, teljes a bizonytalanság. Holott hivatalosan a jogszabályok egyértelműek. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Schengeni Egyezményt aláírtuk, attól a pillanattól kezdve nekünk a határőrizete az fontos, és ott csak azt engedhetjük be, akinek hivatalos okirata van, és aki ezt bemutatja, felmutatja. Nos, minden esetre ezzel a háttérrel kezdődik az iskola. Ugye szeptember 1-én szokás szerint beindul a gyerekeknek a hada, elindulnak az iskolába, és hát hogy történik ez? Hát a kosjelben jár kedden a hold, és ez a kosjel, ez egy olyan háttérállással kapcsolódik, hogy a nap egészen pontosan 1-én, azaz szeptember 1-én van szemben, vagy áll szemben a Neptunusszal. Ugyanezen a napon még a hold eléri az Uránuszt a kosban, úgyhogy hát itt azt gondolom, hogy sok minden furcsaság lesz, kapkodás, zavar, lehet, hogy valaki otthon adja az iskolatáskáját, vagy nem találja meg az iskolát. Minden esetre egy elég kaotikus napnak nézünk elébe. Ez lesz a holnapi nap. Ugyanakkor a szerelem szempontjából érdekes, hogy a Mars és a Vénusz is pontosan együtt állnak az oroszlánban. Tehát akik jóban vannak egymással, ott bizony ilyenkor az erotika is meg szokott szólalni. A vágy, a kölcsönös vágy, a kölcsönös szerelem. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szerelem szempontjából is egy érdekes helyzet. Műtétre, ahogy szoktuk mondani, a Neptunusz időszakaiban nem kedvezők a műtétek, úgyhogy ezen a héten, legalábbis csütörtökig, semmi esetre sem javasolnék, ha lehetséges, tervezett műtétet. Mi a helyzet egyébként? Hát egyébként az a helyzet, hogy 2-án is a kosban jár a hold, de dél környékén már átmegy a bikába, és ebből az következik, hogy amit esetleg most úgy gondoljuk, hogy gyerünk, gyorsan intézzünk el, az nem biztos, hogy sikerülni fog. Itt mindenféleképpen előretekintésre, türelemre van szükség. Ezt jobban meg is fogjuk kapni, vagy jobban is fogjuk érezni már, amikor a bikában jár a hold, ez a szerda délután és a csütörtöki napon, illetve még a pénteken délelőtti időszakban. Pénteken délelőtt műtéti szempontból kedvezőbb lehet a gyomor, illetve bélrendszer, vékony bélrendszer területe, és kedvező lehet még a térden végzett beavatkozásra. Vigyázzunk kell azonban, a pénteken 12 óra magasságában a hold szembeáll a Szaturnusszal, ez azért már a térdre nem annyira jó. Tehát ez azt jelenti, hogy a kora reggeli órák, a mondjuk 10 óráig tartó időszakban jobb a térdműtét. Aztán hát itt van egy iskolai hétvége, most már vége a nyárnak. Itt most már egyértelműen, természetesen, akinek még lehetősége van, és esetleg el szeretne utazni, annak lehet kedvező a 4. délutánja, amikor is a hold az ikrekben jár már, és az mindenféleképpen kedvező lehet egy kisebb utazásra. Nagyjából az 5. sem annyira kedvezőtlen, de ott 5-ének inkább a délutánja a kedvezőbb, illetve a 6. vasárnap is viszonylag kedvező, különösen akkor, hogyha valaki most még egy pár napra, vagy egy hétre, vagy 10 napra még külföldre akar elutazni.
ezek a időszakok, amikor a hold az ikrekben van, az mindenféleképpen kedvez a mozgásnak, de kedvez a kapcsolat tartásnak is, tehát a hét végén, akár a szombat este, akár a vasárnap egy kedvező összejöveteli időszakot élhetünk meg, barátok, ismerősök, rokonok, tehát mindenféle ünneplésnek, összejövetelnek helye lehet. Hetedikén a rákban jár a hold, és viszonylag kedvezőbbek ezen a héten az állások. A nap már elhagyta a Neptun szemben állását, a Jupiter még nem igazán áll szembe a Neptunusszal, a Szaturnusz pedig még, hát most lép át a nyilasba, új hold előtti időszakban vagyunk. A rákban, az oroszlánban és a szűzben fog járni a hold, és ezek viszonylag nem lesznek túl nehéz állások. Tehát ezért is például, ha valaki még teheti, akkor ezen a héten még akár egy kisebb őszi nyaralást, egy utószezoni nyaralást lehet megkezdeni. 7.-8. műtéti szempontból kedvező lehet a lábfejen végzett beavatkozásnak, valamint kedvező lehet még az orron vagy a végbélen végzett beavatkozásnak, de ugyanúgy kedvező lehet a külső nemi szervek, nemi tájékon történő kisebb beavatkozásnak is, gondolok itt a 7.-8. 9.-én kora reggel átmegy az oroszlánba a hold, műtétre továbbra is kedvező lehet ez a délelőtt, valójában a 10. és még a 11. délelőtt is, mindegyiknél a jellemzőbb a csípőn végzett beavatkozás, illetve kedvező lehet még a fejem végzett beavatkozás. Közben azért mondjuk el, hogy a Mars és a Vénusz továbbra is egy együttállásban vannak, tehát akinek van szerelme vagy párja, az szép napokat élhet meg a társával, illetve akinek nincs, hát annak, ahogy szokták ezt ma kültelki stílusban mondani, most érdemes ráhajtani. Most érdemes ezt az időszakot kihasználni. Különösen izgalmas lehet, amikor a Hold együtt áll a Vénusszal és a Marssal, ez 10. csütörtök, ez egy nagyon-nagyon hevített szerelmi helyzet, szerelmi időszakot szimbolizál. Na, aztán pénteken délután átmegy a Hold a szűzbe, és hát 12-én a Hold együtt áll a Jupiterrel, és összeköti a Neptun opozíciót, tehát itt már a Jupiter és a Neptun megint szemben állnak, tehát egy elég kaotikus szombatnak nézünk elébe, és 13-án itt az új Hold, tehát ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy ugye, ha eddig még talán ki is toltuk a nyarat, itt mindenféleképpen vége, hiszen a szűzben lévő új hold már az őszt idézi. Itt mindenképpen szeptember 16-án érvényes lesz az a csodálatos mondat, amit Ady Endre ír a Héjanász az Avaron című versében, hogy útra kelünk, megyünk az őszbe, és talán a Vénusz Marssal víjogva, sírva, kergetőzve. Nos, minden esetre elképzelhető, hogy a 12-e egy nyomasztóbb, fárasztóbb, levertebb időszak lesz. Az új hold előtt mindig hajlamosabbak lehetünk a fáradékonyságra. Aztán mire jó még esetleg? A 12-ét kevésbé javaslom, de a 13-át vasárnapot, akinek van kedve, aznak most tényleg érdemes rendezgetni. Itt az ideje az őszi nagy takarításnak, ha esetleg kedve van ablakot pucolni, tehát a vasárnapi nap az erre lehet jó. Aztán a 14-től 20-áig terjedő héten a Jupiter az most annyira gyorsan halad előre, hogy beéri a Neptunnak a szembenállását, és bizony a Szaturnusz belép a nyilasba ezen a héten, tehát ez azt jelenti, hogy elindul egy elég kaotikus helyzet, illetve fokozódik egy kaotikus helyzet,
14-től 20-áig terjedő időszakban, amikor is, még azt is tegyük hozzá, hogy közben a Merkur el fogja érni a szokásos Uránusz kapcsolatot, bár nem megy el teljesen odáig, tehát csak a közelébe érkezik, amivel egyértelműen kapcsolatba kerül, az viszont a Plútó. 17-től a Merkur a Földről nézve hátráló mozgásba kerül, és ez megint azt jelenti, hogy az ügyintézések, a dolgok utánjárás, a megbeszélések, azok egy nehezített időszakba kerülnek, különösen azért, mert a Merkur ezt nagyjából úgy teszi meg, hogy egy kicsit az Uránusszal is kapcsolatban van, meg egy kicsit a Plútóval is, tehát összeköti az Uránuszt és a Plútót, úgyhogy hát bizony itt mindenféle kommunikációs ribilliótól kezdve mindenféle intézési mód, de különösen a kommunikáció az egy nehéz szakaszba kerül. Mondom, még ráadásul ezen a napon lesz a pontos Jupiter-Neptun szembenállás. A műtéti szempontból 14-e és 15-e a Hold a mérlegben jár. Ebben a helyzetben, és még 16-án délelőtt is, tehát 14-15-16-a az a mérlegholdnál kedvező lehet a lábszáron végzett beavatkozásnak, tehát kedvezhet a műtét a lábszáron végzett beavatkozásnak, és kedvezhet a műtét a tüdő, a vál, a borda területén, a bordák területén végzett beavatkozásnak. 17-e a Hold már a Skorpióban jár, és 18-án is ezt teszi, ekkor lép egyébként a Szaturnusz vissza a nyilasba, és a Hold együtt is áll a Szaturnusszal 19-én, és közben a Jupiter a Neptun, és a Hold a nyilasban eléri a Neptun Jupiter 19-én, tehát ezen a héten egy sokkal tudatosabb, sokkal odafigyelőbb, sokkal mértékletesebb, sokkal kiegyensúlyozott belső magatartással illik végigélni ezt a hetet. Műtéti szempontból a 17-től 19-ig terjedő időszakot nem javasolnám. Mit lehet csinálni a hétvégén? Hát, kérném szépen, 18-19 szellemi, spirituális dolgokkal foglalkozni, de még 20-án is teljesen rendben van. Elmélkedni, filozofálni, meditálni. Nem érdemes vitatkozni, és különösen nem kell, nem fontos nekiállni, meggyőzni a másik ember. Miért félünk attól, hogy egy másik embernek más a véleménye? Nekünk is lehet más a véleményünk. Neki is lehet más a véleménye. Ettől még nem feltétlenül kell egymás fejét betörni. Megélhetünk egymás mellett, elférünk egymás mellett, két külön véleménnyel. Na és? 21-től 27-ig terjedő szakasz egy sokkal nehezebb szakasz. Ekkor továbbra is még a Jupiter szembe áll a Neptunusszal, és hát bizony a Szaturnusz is elindul előre. Ami a nehézséget tovább folytatja, hogy időközben a Mars az kimegy az oroszlánból, és 26-án egészen pontos derékszögbe kerül a Szaturnusszal, de már 25-e este a Hold is megteszi ezt, és a Merkur ekkor lesz derékszögű kapcsolatban a Plútóval. Nagyon óvatosak legyünk, különösen az erőszakos cselekmények, a egymás leigázása, a drasztikus viták, a késhegyig menő vitákra kedvezőek ezek az állások, tehát legyünk nagyon óvatosak. Különösen a 25-26-27-ei hétvége.
műtétre is kedvezőtlen ez az időszak, még a 24-e se túl kedvező. Ha mindenféleképpen a műtétről beszélünk, akkor szóba jöhet a hétfő délelőtt, szóba jöhet a kedd és a szerda délelőtt. Hétfőn délelőtt még szóba jöhet a fejen végzett beavatkozás, az kedvező lehet, és kedden, szerdán, tehát délelőtti időszakban, amikor is a bakban jár a hold, itt kedvező lehet a nyaki területen végzett beavatkozásnak, és kedvező lehet még a vékony bélrendszer, hasnyálmirigy, lép, epe utak területén végzett beavatkozásnak. 24-től azután jobb, ha kikerüljük a műtétet, és vigyázunk ezekre az erőszakos cselekményekre. Tessék belegondolni, 28-án teli hold van. Úgy van teli hold, hogy közben a háttérben a Mars és a Szaturnusz támadják egymást. 29-én a hold együtt áll az Uránusszal, előtte a Plutóval. Tehát itt a szeptember utolsó napjai azok elég tragikusak. Ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell történni. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk, észnél kell lennünk, tudatosítanunk kell, hogy mit teszünk, hogy teszünk, miért teszünk. És lehet az utolsó pillanatban is ágyt parancsolni. Tehát nem biztos, hogy el kell dobni azt a malomkövet, amit Toldi Miklós eldob. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy az önvédelemre is szükség van. Ha bántanak, akkor mindegyikünknek tudni kell önmagát megvédeni. Nagyon komoly odafigyelést, nagyon komoly tudatosságot kívánok mindenkinek ebben a hónapban, és további hónapok sem lesznek túl könnyűek. Minden hónapban a Kalendárium című műsorban elmondom, hogy mire figyeljünk oda. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!